Na, jó reggel, sziasztok! Ma egy kicsit elég ilyen csendesebb és ilyen családiasabb dolog lesz a mai napunk is. Mert hát nem is, mert elég mindegyik ilyen felkapott volt. A mai napunk azért lesz kicsit csendesebb, nyugalmasabb, mert nem nagyon terveztünk ma prankálni. Ma igazából csak így beszélgetünk és nevetgélünk, amit szoktunk. Néha, hogyha úgy vagyunk. Na, szóval. A tegnapi voltat találkozó valami hihetetlen jó volt, mert nagyon élveztem. Tehát teljesen le voltam döbbenve, hogy ennyire jó lesz. Nem hittem volna, ennyire jól fogjuk magunkat érezni. Széjjel prankeltünk mindent, Brianre rendőrök jöttek, stb. Ez nagyon jó kis találkozó volt, ezt meg kell hagyni. És akkor holnap pedig indulok vissza Lilához. És akkor hétfő lesz, ugye, és akkor megint Brianre fog prankelni aznap. Úgyhogy akkor most lehet, hogy jövök az illáikat. Jó reggel! Menjünk az Árpejhez. Azt mondta nekem, nem tudom. Lejön csak... fajlába. Bélerre nem megy. Nem úgy rád dagadom. Nem, elvileg részleges inszalag szakadása van. Mi? Részleges inszalag szakadása van. Hát mondjuk ez a tegnapi izé, ez nem tudom hány 20 km, ez nem tett jót neki. Ja. Nem igaz, hogy tett volna jó, hogy nem jönne. Gyújj meg! Slash Dash, itt nő a termés, amivel tudsz dobálni. Neked neveztük, hogy megvegyed a pennybe. Még ott is van. Igen. A földön is van. Földön is vannak. Látod, azokat már dobáltak. Kipattog! Nem? És mit csinálsz a rolásnál? Hát igazából elmegyünk egy napot Auschwitzbe, táborba. Utána elmegyünk búvárkodni a Balatonnak az összes üledéket. Kiszedjük a valószínűból. Hát az elég sok idő lesz az. Igen. Ez egy napig fog tartani, utána kiszívjuk a vizeletet a pohárba, ezt nem összekeverem a kulával, meg fogjuk inni szerintem. Utána lebontom a kalandparkot. Hát, nagyon... Mondom. What the fuck? Hát, ja, igazából nagyon remélem, hogy nézzük. Ja, akinek... Hiányozni fogok, az diszlájkolja a videó. Na, sziasztok, én Lucky vagyok, és ebben a videóban a ti leveleitekre fogok válaszolni. Igen. Na, első levelet, azt mondja, hogy Árpitól kapti. Kedves Lucky, nagyon szeretem a videóidat, csak kár, hogy nem aludtatok sose nálad, mert anyukám nem engedi. Jó van? A másik levelet Fodor Patriktól kaptuk. Lucky, olyan a hajam, mint neked, és igen, nagyon szeretem azt a hajat. Ezt a levelet Bukli Vandától kaptuk. Lucky, gyere el hozzám. Igen, és valószínűleg a fogpiszkálós bácsi fog kijönni, és kérte. Szevasz, Lestes! De a felők álláspontja... A páratartalom 60%, időjárás megközelítőleg egész napos és felhős igyekezik. A csapadék 50 mm között várható, valószínűleg meteorit zápor, illetve a mai időjárás szerint 28 fok és több elszórt zivatar várható, azaz vasárnap ma. Most 28 fok van, egy felhő egy villámjelben. Mert egy villámjel felhőben, majdnem. Holnap, az a 14-én, 28 fok, egy hatalmas, kibaszott nagy sárga nap lesz a felhő fölött. Mármint a felhő. Azután megint egy kibaszott nagy nap lesz az égen. Utána egy felhőben lesz egy kibaszott nagy nap megint. De akkor már át fogja takarítani a felhő. Mi a fasz? Most azt hiszem, hogy házhoz is veszem, vagy mi? Utána, azután a nap pedig
egy kibaszott nagy felhő lesz az égen, utána a nap az eltűnik valahol. Ja igen, most lehet hallani, hogy fingik az Isten. Utána, 18-a, az nem tudom milyen nap, most megnézem. Nem tudom milyen nap, 18-a. 80%-os eső lesz, és hatalmas villámjel lesz a felhőben. Elnézést! Meg tetszik mondani, mert van a Hacker B1-tér? Micsoda? Hacker B1-tér. Pécsre jöttünk, és a Hacker B1 teret keresünk. Itt ilyen mindig a szoktán. De van, nézzük a térképen. És mi van konkrétan ott? Egy szobor, meg ilyesmi. Garai tér, Béla tér, de Hacker tér nem tudott volna. De tényleg ez a neve, hogy Hacker B1-tér. Nincs itt az a térkép? Most nem, otthon volt. Hát én ebben nem tudok segíteni, mert itt van a Garai tér, itt a szoba. Fönt a templomnál van a Béla tér, akkor van a Luther tér, egész arra kint a buszmegálló fele. Hát itt a Babics művelődési ház előtt van. Mert mi olyat láttunk, hogy egy egyenes út végig. Nem fölfelé, csak egy egyenes ilyen. Meg kell B1. Herman Otto utca van, hogy Hacker, ilyet nem hallottam. Nem, mert amit köszönjük, megpróbáljuk megkeresni. És szerintem itt valami tévedés van. Nem, tényleg. De ez milyen térkép? Ez egy rendes szexárdról? Rendes Google térkép. De szexárdról? Igen. Hát akkor a Google-ra szokott tévedni szerintem. Mert most nagyon gondolkodom, de semmi olyan másik szeretem. De úgy konkrétan, tudom, hogy azt mondom, hogy egy szoborban meg, de hogy konkrétan mit keres? Csak akkor úgy hozzávetleg... Egy kikövezett felett. Mert akkor ahhoz tudnám, hogy kikövezve van minden tér most már. Hát igen. És megkedsz a GoPro-val? Megharap! Nem menj el a kurva! Várjál már, bazd meg! De nem áll! Van nekem parizerem! Elnézést! Meg hogy merre van itt a legközelebb busz megálló? Ez is van, ez. Ja, tényleg el. Husz! Vagy itt van, vagy. Busz előtt nem jött. Szerintem, hogy azt gondolom, egy vlog videó. Ma jöttem a strandról.